a teljes MB3-as mezőny, ha úgy tetszik, hüvelyk csapatát, az egyik országosan is a legkisebbet, a kezdeti kudarcok mellett példátlan sérülés hullám is elkísérte. Elfogytak a kapusok, azonnal egyfajta mentőként igazolni kellett erre a posztra. Az ebben az osztályban nagyobb iramtól felteltően a keményebb ütközések hatására és a bal szerencse következtében sorra dőltek ki olyan kulcsjátékosok, mint a védelemből Lednecki, a középpályáról és a leggólerősebb támadó Lizák Zoltán is hol volt, hol nem volt az ősz De még legalább három 4 olyan játékos került a maródiak listájára, amit egy majos nem bír el, mert a padon nincs megközelítőleg sem azonos képességű játékos a hiányzók pótlására. Sajnos 16 vereséget gyűjtött össze a csapat, és egyszer sem tudott nyerni, amivel tartósan kiberelte a sereghajtó 20. pozíciót, mindössze négyszer játszottak döntetlen. De még sincs abszolút pánik hangulat a csapatnál, a vesztett meccseken állít alakítják, voltak játékban az éppen aktuális ellenféllel, és a döntetleneknél bőven volt a játék képe alapján győzelmű esélyük a majosiaknak. A szexádi UFC zuhanó repülése a 18. kieső helyre taszította az együttest, miután még az őszi idény végén edzőt váltottak. A Pécsi Tuli érkezett egyfajta megmentőként. A játékos állomány többre hivatott annál, hogy az UFC kiessen az MB3-ból. Turi Zsolt a helyzetfelmérés után úgy látja, biztos bentmaradás nem lehet gond, ehhez a 15. helyet kell megszerezniük. Nagy játékos mozgást nem várhat -e a klubnál, a játékban azonban feltétlenül lesznek ilyenek, a védelem és a középpálya stabilitását mindenképpen el kell érniük a szexárdiaknak. Könnyebb helyzetben van a Pax 2 csapata, amely ugye hétről létre változik az NB1-ből visszajátszók miatt, de ez minden esetben játék erőbeli növekedéssel jár. Igaz, a fiatal és a rudionos játékosok folyamatos változása, érkezése nehezíti Kindli István edző dolgát az egységes csapatjáték kialakításában. Minden esetre az őszidény közepére megtalálta arculatát, játékát a Paks 2, ami az eredményességben, konkrétan győzelmekben igencsak kamatozódott. Ennek tudható be, hogy 8 győzelemmel, 6 döntetlennel és 7 vereséggel a 20-as mezőny 10. helyét foglalja el a PFC2. Mindössze 5 pontra vannak az öltfehérek az 5. helyezett fővárosi Erzsébeti MPK-tól, ami ezzel a mostani csapategységgel és a fiatal játékosok folyamatos tervezhető fejlődésével igencsak behozható, nem elérhetetlen a csapat számára a tavaszi folytatásban.